Folytatjuk adásunkat, köszöntök minden kedves nézőt, akik most kapcsolódnak be. Terézvárosi magazinunkban önök az Önkormányzati Percet látják, és a Terézvárosi Gondozó Szolgálat munkájáról lesz szó. Az intézmény vezető a vendégem, Smolcné Havas Pálma, szeretettel köszöntelek. Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Az elmúlt héten, vagy két héttel ezelőtt itt a stúdióban köszöntöttük Novák Jánost, aki Terézváros újdonsült díszpolgára volt, és az egész beszélgetését jóformán azzal kezdte, hogy szeretném megköszönni a TEGOSZ-nak, a gondozószolgálatnak azt az áldozatos munkát, amelyet az édesanyjával az elmúlt években véghez vittetek, és borzasztóan sajnálta, hogy édesanyja nem érhette meg a díszpolgárra avatását. És az olyan jó eső érzéssel töltött el, hogy az emberek tudnak még köszönni és megköszönni valamit. Azt gondolom, hogy Terézváros tényleg egy olyan városrész, ahol nagyon sok idős van, nem csak elesettek, hanem jó karban levők is, és valahogy nektek pontosan ebből kifolyólag nagyon-nagyon széles körben kell tevékenykednetek. Így igaz ez? Igen, hiszen a szociális alapszolgáltatást nem csak az időskorú nyugdíjasok vehetik igénybe, hanem a 18 évet betöltött szociálisan rászoruló lakosok része bármelyik ellátásunkat igénybe veheti. Menjünk végig csak úgy gyorsan a TEGOSZ-nak a tevékenységi területein, hiszen itt említetted, hogy szociálisan rászoruló 18 évét betöltött, tehát minden nagykorú ember gyakorlatilag valamilyen dolog folytán, hogyha hátrányba kerül, akkor bekerülhet a TEGOSZ körébe. Kik ezek? Van házi segítségnyújtásunk, oda bekerülhetnek azok az idősek, vagy 18 évet betöltött szociálisan rászorulók, akinek a gondozási szükséglete nem haladja meg a napi 4 órát. Ezt a gondozási szükségletet mi felmérjük, és az alapján, amit az ellátott igényel, hiszen nem biztos, hogy a teljes 3 órát vagy 4 órát igénybe veszi, azokat az alapellátásokat, mint vásárlás, takarítás, etetés, itatás, ezt a gondozónőink elvégzik. Bocsánat, megállítalak egy pillanatra. Hogy tudjátok fölmérni, hogy valóban jogos-e az igény? Most tegyük föl, itt a takarításra gondolok. Mert az, hogy valaki nem tud lemenni esetleg a közértben, mert egy betegségből vagy egy törésből kifolyólag problémája van, egyedül lévő, tényleg ellátásra, gondozásra szorul. De onnan lehet tudni azt, hogy esetleg nem tudja a környezetét rendben tartani? Ez minden esetben a lakáson történik, ez a gondozási szükséglet felmérés, és jelen pillanatban diplomás ápoló kolléganő végzi, aki szakszerűen meg tudja állapítani, hogy mik azok a gondozási szükségletek, amire az ellátottnak, vagy a jövendőbeli ellátottunknak szüksége lesz. Azok kerülnek csak ebbe a gondozószolgálati ellátásba, akiknek nincsen családtagjuk, vagy azok is, akiknek van családtagjuk, aki együtt él velük? Nem, bárki igénybe veheti, nem feltétele az egyedül egy lakásban történő élés, tehát van, aki házastárssal él, van, ahol mind a ketten igénybe veszik ezt az ellátást, van, aki gyermekével él, és ők is igénybe veszik ezt az ellátást, valahol csak egy személy veszi igénybe, de olyanok is vannak, akiknek a hozzátartozóik napközben elmennek dolgozni, és nagy könnyebbség nekik, hogy nyugodtan otthon tudják hagyni az ellátottakat, és bármikor segítségükre tudunk lenni. Akkor milyen a kapcsolattartás az ápolónőn kívül, aki kijár a lakásra, a szakképzett ápoló, aki fölméri a helyzetet és a szükségleteket, milyen a kontaktusotok, tehát telefonon keresztül megy a megkeresés, vagy a napi kapcsolattartás, mi a formája? Telefonon keresztül próbáljuk felvenni velük a kapcsolatot, amennyiben a gondozónők valami eltérést látnak az idős ember állapotába, azonnal jelzik nekünk. Ugye a gondozónők bejönnek minden nap az intézménybe, a napi konzultáció megtörténik a gondozási központ vezetővel, elmondják a felmerülő problémákat, és ő azonnyomban hívja a hozzátartozókat, felhívja a figyelmüket, hogy esetleg zavartabb volt,
Hiába volt odakészítve az étel, mondjuk ha délbe ment, és reggel a hozzátartozó odakészítette, nem eszi meg, fontos lenne, hogy délelőtt is menjünk. Tehát egészen széleskörű a tájékoztatás, felvesszük a kapcsolatot az orvosokkal, házi orvosokkal, amennyiben azt látjuk, hogy nagyon romlott az állapota, hogy esetlegesen szükséges-e kórházba utalás, vagy még otthon tudjuk tartani az ellátottat. Mennyire veszik szívesen az emberek ezt a házi gondozó szolgálatot? Vannak-e óckodók, akik aztán természetesen gondolom később rájönnek, hogy úristen, milyen nagy könnyedség, hogy van egy ilyen intézmény. Mindenképpen vannak óckodók, és meg kell, hogy nyerjük a bizalmukat az embereknek, hiszen mégiscsak egy idegent engednek be a lakásukba. Nagyon nehéz a bizalmat elnyerni, és nagyon nehéz ezt meg is tartani, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy akihez kijárunk, aki beenged minket a lakásába, és megtisztel minket azzal, hogy egyáltalán igénybe veszi a szolgáltatásunkat, azok a lehető leghosszabb ideig az ellátottjaink maradnak, és hát az a tapasztalat, másfél éve vagyok az intézménynek a vezetője, hogy nagyon kevés az, aki egyszer igénybe vesz, hogy esetleg tartós bentlakásos idős otthoni ellátást igényel, inkább megpróbálja a legeslegutolsó pillanatig otthon tartani. Kórházba is nagyon nehezen mennek. Hát azt elhiszem egyébként, mindenki sokkal jobban nagyon szeret nehezen otthon maradni. De gondolom, hogy ez számotokra is megnyugtató, hiszen akkor ezek szerint meg elégedettségére van a betegeknek vagy a gondozottaknak az az ellátási forma, amit nyújtotok. Én úgy látom, igen, kifejezetten növekedett az igény, hiszen már hétvégén is ellátjuk az ellátottakat, tehát hétfőtől vasárnapig reggel 7-től délután 6-ig a gondozónők folyamatosan az ellátottak rendelkezésére állnak. Nézzünk egy kis statisztikát. Hány gondozó nőtök van, vagy hány gondozó? Nem tudom, hogy férfi van-e a csapatban. Nincsen. Nincsen, tehát nincsen, akkor hány gondozó nőtök van? 11. 11, az egy elég tisztességes és elég szép létszám. Hányra lenne szükség? Mert most, ahogy mondtam, hogy elég jó létszám, és akkor láttam az Én úgy gondolom, megvagyunk jelen pillanatban, de ezt a 11 főt, ezt úgy kell érteni, hogy azért vannak, aki a szabadnapját tölti, igen, van, aki betegállományban van, aki éppen a szabadságát tölti, tehát soha nincsenek a gondozónők 11-en, és a 112-3 ellátottat kell elosztani a gondozónők között. Van, aki heti egyszer veszi igénybe, van, aki a hét minden napján napi kétszer igénybe veszi, tehát egész széles skálán mozog az igénybevétel és a gondozási szükséglet az ellátottaknak. Mi az, ami még belefér a munkátokba? Gondolom a tisztába rakás, fürdetés, mosdatás belefér még. Mindenképpen, hát hozzátartozik a házi segítségnyújtás feladataihoz. Minden, ami az ellátottal kapcsolatos, a reggeli etetés, itatás, gyógyszerezés, az orvossal való kapcsolattartás, a gyógyszerfelírás, a kiváltás, a bevásárlás. Tehát nagyon széle, az nem. Az injekciózás az szakápolási feladat, és az csak a szakápolási csoport hajthatja végre, kivéve, hogyha mondjuk egy fraxiparint, ami bőr alá, vagy igen, egy inzulint kell beadni, azt hiszen az ellátottak is elvileg megtanulják, igen, a kórházban, de hát a gondozónők segítségével ezt elvégezhetik. Amennyiben szakápolási feladat válik szükséges, egy sebb kialakul, vagy valakinek sztómája van, akkor sem kell megijednie, hiszen a szakápolási csoportunkat is igénybe vehet, hiszen otthonápolási szolgálatunk is van. Úgyhogy az ellátások nagyon széles skálája van nálunk, és bármilyen élethelyzetbe kerülnek az ellátottak, tudunk nekik segíteni. Tudunk segíteni a fennjárókon is, akik mondjuk csak a szabadidejüket szeretnék eltölteni hasznosan, nekik van az idősek klubja. És itt megállunk egy pillanatra, mert pont az ez történt a héten, beláttunk egy olyan kis színes összeállítást, amelyet az idősek klubjában készítettünk a Szüreti Bálon. Nagyon aktívak azok, akik mondjuk jókarban vannak? Igen, szeretnénk azért, ha még aktívabbak lennének, és azt is szeretnénk, ha még többen lennének, hiszen még van férőhelyünk, és nagyon szeretnénk, hogyha minél több 6. kerületi lakos jelentkezne a klubunkba, hiszen azért azt tudni kell, hogy ez az idősek klubja, ez nem feltétlen csak arról szól, hogy az ellátottak ott bizonyos programokon vesznek részt, hiszen nagyon sokan, főleg jön a téli hónap, itt melegednek. És nagyon soknak nagy könnyebbséget jelent, hogy reggel 8-tól délután 4-ig nem az otthoni
gáz az, ami fogy, hanem az idősek klubjában azért melegedni is tud. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint egy idősek napközi otthona? Ez pontosan az, a szociális törvény szerint is az, és nálunk lehetőség van a fürdésre. Van, akinek nem összkomfortos a lakása, nincsen lehetősége fürdeni. Nekünk ez is a feladataink közé tartozik, hogy az ő ruháikat kimossuk, kivasaljuk, ők megfürödjenek, ha kell minden nap, amikor bejönnek a klubba, megmelegedjenek, és csak utána menjenek haza, úgyhogy szeretném figyelmébe ajánlani az időseknek, hogy az idősek klubja nem csak tényleg a programokról szól, ha bár az nagyon, nagyon színes programjaink vannak, de azért itt gondozási tevékenység is folyik, komoly gondozási tevékenység. Megint csak azt kell mondanom, hogy ugye nagy dolog kiérdemelni azt a fajta bizalmat, hogy beengedjék a gondozónőket a lakásba, hiszen tényleg nem mindegy, hogy kit engednek be, és ahogy majd a gondozónők személyére még vissza is térek, és ahhoz is kell egy elszántság, hogy vegyék a fáradtságot, és elmenjenek nap mint nap abba a bizonyos napközibe. Azért, mert egy társaságban vannak, kettő nem egyedül vannak, három jó programokat, négy tisztálkodni tudnak, melegen vannak, spórolni tudnak. Ehhez, hogy ebben a klub életben, illetve ebben a napközi otthoni világba bekapcsolódjanak, nekik kell-e, tehát az gondozottaknak kell-e, vagy az időseknek valamilyen hozzájárulást fizetni, vagy pedig ez egy ingyenes lehetőség? Hát az önkormányzat jóvoltából ez minden idősnek ingyenes, nem kell érte fizetni. Tehát gyakorlatilag aki úgy gondolja, akkor bemegyek, el vagyok, így van. Kimosnak, megfürdök, megetetnek, és egy forintomban nem kerül? A megetetés az igen, tehát az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, de a legdrágább is 585 forint. De és személytérítés fogás? Kettő. Hát heti kétszer van desszert, vagy gyümölcs, vagy valamilyen sütemény, de magáért a klub életért, A tartózkodásért nem kell fizetni semmit. Ez is egy nagyon-nagyon nagy segítség. Igen, igen, ez körülbelül egy éve sikerült, és az önkormányzat megadta az időseinknek ezt a lehetőséget, hogy bárki igénybe vegye, és nem muszáj a klubban étkezni. Tehát az is olyan ellátottunk is van, aki valóban csak ezt a klub tevékenységet veszi igénybe, hiszen mondjuk ott lakik a házban, és ő hazamegy, vagy ott lakik a környéken, és hazamegy étkezni. És aztán vissza is jön? Olyan is van, aki visszajön, olyan is van, aki erre rendezkedett be, hogy a délelőttét itt tölti, olyan is, aki ebéd után tud csak jönni, mert esetleg olyan tevékenységet folytat délelőtt, ami őt otthon tartja, és csak délután ér be. Ott bent a napközi otthonban vagy az intézményben általában hány fő szokott összegyűlni nap mint nap? Hát olyan 29-30 fő. Az ellátottaink létszáma, hiszen ugye nem minden nap vannak jelen, olyan 43-44 fő. Úgyhogy még egy pár helyünk van, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének, és ezért is szerveztük meg a nyílt napot. Advent közelettével megpróbáljuk a klubnak a működését bemutatni a lakosoknak, hogy milyen élet folyik nálunk, és szeretnénk egy kicsit segíteni nekik a készülődésben, hiszen amit nálunk készítenek, ajándékkártyákat, vagy asztali díszeket, vagy ajtódíszeket, azt el is vihetik magukkal haza, és ez november 19-én és december 9-én fogjuk ezeket a nyílt napokat tartani. Helyszínt is mondjuk el azért. A Benczúr utca 35 percébe az idősek klubjában lesz. Szórólapokat készítettünk, úgyhogy megpróbáljuk szétszórni a kerületekben, hogy minél többen értesüljenek róla. És hát ez fantasztikus lehetőség, hogy itt is el tudjuk mondani, hogy bárki eljöhet, részt vehet, és ha megtetszik, akkor utána hazaviheti, és utána meg szeretnénk, hogyha minél többen jönnének. Beszéltük az embereknek a szemérmességét, és megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon nehezen indulnak neki, és aztán, hogyha nagyon jól érzik magukat, akkor ez egy nagyon jó dolog. De hát a bizalmat el kell nyerni. És azért most visszatérek az ápolónőkre, a szakképzett gondozóinkra. Milyen elvek alapján tudjátok válogatni? Egyáltalán kell-e válogatni a munkatársakat? Hiszen tudjuk, hogy tényleg azért ez egy nagyon-nagyon... Igen, bizalmon, erkölcsön alapuló tevékenység. És közben tudjuk azt is, hogy nagyon kevés ápoló van, tehát olyan nagyon-nagyon nem lehet válogatni.
Hát válogatnunk mindenképpen kellene. Jelen pillanatban is hirdetünk két gondozó női állást, és azt kell, hogy mondjam, nagyon sokan jelentkeznek rá. Úgyhogy hál' Istennek lesz is miből válogatnunk, és megpróbáljuk a lehető legjobb kollégákat kiválasztani. Próbáljuk egy kicsit a szociális ápoló és gondozónál magasabb végzettségűeket is megtalálni, mert azért nagyon szeretnénk, hogyha egy kicsit képzettebb emberek is a csoportunkban lennének, ki tudnák egymást egészíteni a szociális ápoló és gondozóval, hiszen az egyiknek van egy kis egészségügyi tapasztalata, a szociális ápolónak és gondozónak pedig sokkal több szociális tapasztalata van, és ezt a kettőt ötvözve sokkal magasabb minőségben tudnánk nyújtani ezt a gondozást. A minap egy társaságban pont arról beszélgettünk, nem is tudtam, hogy ez a beszélgetés lesz, hogy pontosan ebben a gondozószolgálatban, nem is itt erről, ebben a kerületben merült ez föl, hanem a 16-ban, hogy a friss nyugdíjasokat be kéne vonni a gondozói szolgálatba. Hiszen ők még teli vannak energiával, egy kis nyugdíjkiegészítés sem jönne jól, vagy nem lenne hátrányukra. Tett erősek, kicsit közelebb is állnak ahhoz a korosztályhoz. Lehet-e, vagy van-e törvény adta lehetőség arra, hogy például egy friss nyugdíjas gondozói szolgálatba elhelyezkedjen? Nincs. Nincs. Dolgozóként nincsen. Önkéntesként szívesen látjuk őket, de sajnos, őket a család vesz igénybe. Tehát én úgy gondolom, hogy aki elmegy nyugdíjba a 40 éves munkaviszony után, őket a család az nagyon szívesen látja, és az unokákra vigyáznak. Sajnos közalkalmazottként nem tudjuk őket alkalmazni, mert elsősorban ugye azokat az álláshelyeket, amik megüresednek, azokat aktív korúakkal kell feltöltenünk. Igen, csak itt arra gondoltam, ugye, hogy ha éppen nincsen ápoló, akkor viszont egy friss nyugdíjas is jó tud lenni ahhoz, vagy aktív tud lenni ahhoz, hogy... Ez attól függ, hogy mi volt az eredeti szakmája. Igen. Tehát, hogyha egy ápoló elmegy a 40 éves munkaviszony után nyugdíjba, ő nem gondolnám, hogy szeretne tovább. Dolgozni. Nagyon nehéz munka. Főleg ugye a házi segítségnyújtásban azért a gondozónők télen, nyáron, hóba, fagyba, sárba, 40 fokba azért járják az utcákat, felmennek az emeletekre, legtöbb házban nincsen lift, nagyon sokat gyalogolnak, úgyhogy aki nyugdíjba megy, az nem vágyik vissza ápolni. De hát beszélhetnénk a kórházról is, hiszen a kórházban is egész nap járnak az ápolók, egész nap trappolnak, ápolnak. Nem gondolom, hogy ők szeretnének. Önkéntesként vállalnak, biztosan szívesen is. Egy-egy alkalmat, igen. Fölolvasást csinálnak-e az ápolók, vagy a gondozók? Igen, van irodalomkörünk. Van irodalomkörünk, a klubvezetőnk az irodalomtanár, és ő nagyon szereti ezt alkalmazni is, úgyhogy nagyon színvonalas foglalkozásokat tart. Én, mint ahogy itt említettem az előbb is, hogy ez történt a héten, a Szüreti Bárról volt egy kis összefoglaló, most nem is ennyire erre szeretnék kitérni, melyek azok a nagyobb megmozdulások, amelyek több embert vonzanak, és mondjuk ugye itt a november 9-i és 19-i nyílt nap mellett esetleg még be tudnak kapcsolódni a munkába, aztán utána hát, ha megtetszik nekik a klub élet. Hát a már meglévő klubtagjainknak, vagy akik az ellátásunkban vannak, egy kicsit megkésve ugyan, de lesz egy idősek napja alkalmából egy rendezvényünk a Kolumbusz hajón. Most már hagyományá válik, harmadszor mennek oda az ellátottjaink, nagyon jól érzik magukat mindig. Ez körülbelül olyan 70 főt megmozgat. Ezen kívül ugye voltunk Dunabogdányban, ezt is bemutattátok, és nagyon nagy sikere volt, és már ígéretet kaptam, és az önkormányzat jövőre is lehetővé teszi az időseknek, hogy elmenjenek. Bálok vannak. Hát gondolom, nagy ünnepek mellé. Igen, karácsony, húsvét, nagyon szeretik a szilvesztert, pótszilveszteri bálokat is szoktak tartani. Úgyhogy nagyon színes. Aki szeretné, az a honlapunkon is megtekintheti mindig a friss programot, vagy hát itt is rendszeresen bemutatásra kerül, hogy
milyen programokkal állunk rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztattad ezeket a gondolatokat velünk, kedves nézőink, tehát minden időskorút, aki úgy érzi, hogy szeretne társaságba bekapcsolódni a gondozószolgálat munkájában, nem is a munkájában, hanem a gondozószolgálat tevékenysége adta lehetőségekkel élni. Azt várjuk a nyílt napon, illetve várják a nyílt napon november 9-én és 19-én, és reméljük, hogy minél többen bekapcsolódnak ebbe a bizonyos klubéletbe, ebbe a napközi otthonba. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.